Így néz ki az a speciális, a többi közt vezetési, irányítási feladatok ellátására is alkalmas tűzoltóautó, amely Székesfehérvár testvérvárosának ajándékaként érkezett a városba. A speciális jármű a Fehérvári Tűzoltó Egyesület kötelékében teljesít szolgálatot a jövőben. Ez a kisebb méretű a jármű alkalmas lesz arra, hogy egy úgynevezett könnyű városi beavatkozó járműként tudjuk majd használni, amikor kisebb viharkárok, egyéb kisebb műszaki mentésekhez alkalmas eszközöket tudunk vele szállítani, és a művel irányítási pontként alkalmazható irodai berendezése, pedig előkészítése az alkalmas lesz arra, amit megmutatott nekünk az elmúlt két év is, hogy most már nem csak tűzoltás és úgynevezett viharkár elhárítása kell felkészülni, gondolunk itt a COVID-tesztelésekre és egyébként, amikor részt vett egyesületünk, hanem számos olyan humán katasztrófában részt tudunk venni, ahol dokumentációs munkák lesznek majd túlnyomó részen, és hát ezekben is tud segítséget nyújtani majd ez az autó. A tűzoltóautót Schwäbisch-Gmünd alpolgármestere Christian Baron, valamint az ottani tűzoltóság munkatársai adták át Székesfehérvár képviselőinek. Az elmúlt időkben azért tapasztaltuk, hogy nem feltétlen mindig a tűzoltásra van szükség, hanem nagy főben, nagy számba kell tetrekész embereket az akció területre szállítani, erre a busz, kis busz ez tökéletesen meg fog felelni. A tűzoltóautó bemutatása után a képviselők aláírták az átadás átvételhez szükséges papírokat, az ajándékozásnak köszönhetően pedig még szorosabbá vált a testvérvárosok közti kapcsolat.